hosszan nézve az életet, az elmúlt sulis éveket, a sok-sok emlék rengeteg, előttem végig pereg. Sok minden van a listámon, amit még meg kell csinálnom, és a legelején ez áll, még el kell búcsúznom. Életünk filmje, amit játszottunk ez években, és minden egyes barátunk itt lehet a premiéren. Sok mindent éltünk át, és a lista hosszú lenne, de mindenki szerepet játszott majdnem mindenben. Sok kaland várt sok fele, és mindegyütt mentünk bele, gyakran segítve egymást, és csak néha heccelve, és most már komoly képpel ülünk itt, búcsúztatva ezt a sulit, döbbentem figyelve, hogy közben mindenki érik. Visszanézve a képeket, az elmúlt sulis éveket, sok-sok ismerős gyermek, de mára már mind felnőttek, sírnak, nevetnek, egymásért kiállnak, büszkén hívják magukat egy összetartó osztálynak. Na 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 na
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm ballagási ünnepségünk minden kedves résztvevőjét. Meghívott vendégeinket, a kedves szülőket, hozzátartozókat, iskolánk pedagógusait, dolgozóit és a ballagó nyolcadikosokat. Külön tisztelettel köszöntöm körünkben Bordán Szabolcs urat, Derecske város polgármesterét, Pálóczi Gábor igazgató urat, a Bocska iskola korábbi intézményvezetőjét, Nagy József igazgató urat, a Derecskei első Rákóczi György gimnázium, technikum és kollégium intézményvezetőjét, Békésiné Kis Gabriellát, a Bocska iskoláért alapítvány elnökét. Kérem, ünnepségünk elején énekeljük el közösen a himnuszt. Bár az esőfelhők elvonultak szerencsére, és nagyon kellemes jó idő van itt a parkban, szeretném azért felhívni a figyelmet arra, ha valaki rosszul érezné magát, akkor velem szemben, illetve az épület sarkánál első segélynyújtásban részesítik Gerú Csaba, illetve Lukács Péter mentő ápolók. Most pedig szeretném az első műsorszámunkat felkonferálni. A Pár utcai fiúk népszerű musical egyik betétdalát, a Grund címmel fogják előadni az 5. D-osztályos tanulók. Felkészítőjük Dománi Molnár Anita. Csónakos! Itt leszek! Barabás! Itt leszek! Nemecsek! Itt leszek! Leszik! Richter, Weiss, itt leszek. Csele, itt leszek. Kolnai, itt leszek. Boka, itt leszek. Hey, oh, hey, oh. Rajzol egy pályát a nevét.
Felkérem Katonáné Ferenc Éva igazgatóasszonyt, tartsa meg ünnepi beszédét. Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, a meghívott vendégeinket, a szülőket, a rokonokat, az iskola dolgozóit és tanárait, és külön nagy szeretettel a ballagó nyolcadikosokat, a Derecskei Bocska István általános iskola ballagási ünnepségén. Nagy a világ, az ég ígér, de van ez a föld, ami a kezünkbe fér. Így csendültek fel az imént a Pál utcai fiúk című musical betétdalának kezdő sorai. Mintha csak rólatok írta volna a dal szövegét a szerző Geszti Péter. Valóban. A nagyvilághoz képest a számotokra eddig meghatározó hely, a 10 000 lelkes kisváros, Derecske, s benne a Bocskai iskola, a rátok váró táguló térhez, a lehetőségekhez, a sok-sok új élményhez képest a kezetekben is elfér. Akár a ti lelketekből hatna a dal következő sora is. Te meg én, ugye szét, soha nem szakadunk. Gondolhatjátok most, szét, soha nem szakadunk. Hogy az itt szövődött barátságok, hogy a létrejött erős kötelékek örökre egybekötnek titeket. Aztán az élet lehet, hogy rácáfol erre. Messze kerülhettek egymástól, hiszen utunk folyamatos találkozások és elválások kettősségéből bontakozik ki. Ahhoz, hogy értékelni tudjuk a jót, az élet adományait, szükséges megtapasztalnunk a rosszat, a hiányt is. El kell fogadnunk az élet ellentétekből kibontakozó örök ambivalenciáját. Nincs olyan jó dolog, ami örökké tartana. Egyszer mindennek elérkezik a vége, és akkor meg kell állni, búcsúzni kell. Életünk során időről időre elveszítünk, elhagyunk és elengedünk valamit. Ez az emberi élet elkerülhetetlen velejárója. A veszteségek következtében létrejött érzésekkel, a bánattal meg kell tanulnunk megbirkózni ahhoz, hogy egészségesen tudjunk tovább folytatni az életet, hogy tanulva, tapasztalva, bölcsebbé válva járhassuk tovább a ránk kiszabottat. Emlékeztek a szerdai bolondballagásra? Oldva a búcsú szomorúságát, vidám, bolondos ruhákban mókáztatok, végigjártátok a Lengyel utcai kisiskola folyosóit, a Szováti úti épület tantermeit, jókedvűen szekereztétek végig városunk utcáit. Gondtalan tekintettel szemléltétek a magasba röptetett galambokat, csilingelve csillogott fiatalságotok önfelett derűje, de a szerenát felcsendülő dallamai már könnyeket csaltak néhányótok szemébe. Láttam, hogy a legtöbbeteknek nehéz az elválás. Ma, a ballagás napján már ünneplő ruhát öltöttetek, és a szíveteket, a kis lelketeket is ünneplőbe öltöztettétek. Ha végig tekintek rajtatok, azt látom, kissé megilletődve ültök itt. Nehéz elhinnetek azt, hogy az a 8 év, amit az iskola falai között töltöttetek, hirtelen véget ér. Az imént idézett dalban felcsendült a sor, gyere, mondd, hogy a grund mi vagyunk. A német eredetű grund szó magyarul azt jelenti, hogy alap. Egy ház alapja meghatározza, hogy mekkorára lehet azt a házat építeni. Nem építhetsz egy nagy házat kicsi, hibás alapra, az minden helyzetben össze fog dőlni. Reményeink szerint az a tudás, amelyet itt kaptatok, az az értékrend, amelyet felétek közvetítettünk, az a szellemiség, amelyet megtapasztalhattatok, életetek meghatározó részévé vált, olyan alappá, amelyre bizton építhettek a továbbiakban. Kedves ballagó diákjaink! A búcsúzás percei jó alkalmat teremtenek arra, hogy köszönetet tudjatok mondani azoknak, akik mindig mellettetek álltak, akik bíztak bennetek, segítettek, bátorítottak titeket a mögöttetek álló 8 év alatt.
Gondoljatok hálás szívvel osztályfőnökeitekre, tanáraitokra, akik türelemmel, a belétek vetett hittel és bizalommal minden napon tanítottak, neveltek benneteket. Érezzetek örömöt afelett, ha a család biztonsága átölel titeket. Azt gondolom, kedves szülők, kedves rokonok, hogy kevesebb, szebb ajándék lehet egy családnak, mint látni felnőni a gyermekét. Látni azt, hogy eljutott valahova, és megérezni azt, hogy a sok szeretet, a következetesség, az odaadás nem volt hiába való. Gondoljatok köszönettel a szüleitekre, kedves ballagók, akik ott álltak mellettetek, fogták a kezeiteket, támogattak titeket, nem engedték, hogy elessetek az apró csetlésbotlások idején. Köszönettel tartozunk nekik mi is, hogy velünk együtt tudtak munkálkodni, nevelésetekben, formálásotokban társaink voltak. Ballagáskor szokás, hogy a hetedikesek ajándékul a búcsúzók vállára egy tarisznyát akasztanak, olyan jelképekkel, amelyek az együtt töltött időszakra emlékeztetve jó szolgálatot nyújtanak az előttetek álló úton. Ha belenéztek majd a tarisznyába, látjátok, hogy van benne egy névsor, amely azt szolgálja, hogy soha ne feledjétek egymást, emlékezzetek arra, hogy kikkel éltétek át életetek eme meghatározó szakaszát. Lapul abban a tarisznyában egy pénzérme is, amely a gazdagság és a bőség szimbóluma. Azt vetíti előre a ballagónak, hogy önállóan, függetlenül is meg tudja majd egyszer állni a helyét a világban, tudását pénzre tudja majd váltani. De ott van abban a kis tarisznyában egy népmesei, hamuba sült pogácsa is, amely gömbölyded alakjával a napot, a földet, a kerekvilágot jelképezi. És ott van egy üvegcsényi az életvizéből is. Ezek azt jelképezik, hogy bármerre is jártok utatok során, semmiben sem fogtok szűkölködni, nem éheztek, nem szomjúhoztok. Kedves diákjaink, engedjétek meg, hogy ezek mellé, az ajándékok mellé én is adjak nektek valamit. Adok nektek egy történetet. Azt kérem, hogy nyissátok ki jól a fületeket, szemeteket, és zárjátok azt jól bele. Ez a történet egy kőfaragóról szól. Volt egyszer egy kőfaragó, aki mindig elégedetlen volt magával és az életével. Egy szép napon, amikor mendegélt, elhaladt egy gazdag kereskedő háza előtt, ezt mondta magában. Milyen hatalmas is ez a kereskedő! Hát elfogta az irítség. És azt kívánta, hogy bár csak ő is ilyen gazdag lehetne, nem kellene ilyen szegény kőfaragó módjára tengetnie az életét. Legnagyobb ámulatára gazdag kereskedővé változott. Irigyelte és gyűlölte is mindenki, aki nála szegényebb volt. Egyszer csak pompás gyaloghintót vittek el háza előtt. A gyaloghintóban magasrangú hivatalnok terpeszkedett, szolgák hada által kísérve. A leggazdagabb ember is mély meghajlással hódolt a menet előtt. Milyen hatalmas ez a hivatalnok, gondolta, bár csak magasrangú hivatalnok lehetnék. És képzeljétek el, magasrangú hivatalnokká változott. De a nyári nap melegen tűzött, meleg volt abban a hintóban, iszonyúan kényelmetlennek érezte azt a ruhát, amit viselt, és azt a füllet gyaloghintót. És azt mondta magában, milyen hatalmas a nap, bár csak nap lehetnék. Ezután nappá változott, és mindenkire pokoli erővel sütött. Ám egyszer csak nagy fekete felhő kerekedett, a nap sokat veszített erejéből. Milyen hatalmas az a viharfelhő, gondolta. Bár csak viharfelhő lehetnék. Ezután hatalmas felhővé változott. Hamarosan azonban úgy érezte, hogy valami nagy erővel tolja. Mit gondoltok, mi volt az? A szél volt az. Milyen hatalmas a szél, gondolta. Bár csak szél lehetnék.
mindenki gyűlölte őt és félt tőle, amerre csak elsőbített, hanem egyszerre csak nekirohant valaminek, amit bárhogyan igyekezett is elfújni, csak állt rendületlenül. Hatalmas szikla volt az. Ezután kősziklává változott, mert azt kérte, hogy jaj, bár csak szikla lehetnék. És mindennél hatalmasabb, mindennél és mindenkinél hatalmasabbá vált a világon. Ahogy ott állt azonban, egyszer csak kopácsolást hall, egy kalapács hangját, és érezte, hogy farigcsálják az oldalát. Hát ki lehet nálam hatalmasabb, nálam, a kősziklánál? Mit gondoltok, ki volt az? A kőfaragó. Meglátta a kőfaragót. Kedves ballagó diákjaink, a mese tanulsága arra tanít, hogy nagyon sokszor alábecsüljük magunkat, a saját helyzetünket, a tudásunkat. Fontos megértenünk, hogy minnyájan értékesek vagyunk, ha a ránk szabott feladatainkat törekszünk a tőlünk telhető legmagasabb szinten elvégezni. Kedves ballagók, hogyan is kezdődött az a dal, amelyből beszédemben többször is idéztem? Nagy a világ, az ég ígér, de van ez a föld, ami a kezünkbe fér. Zárjátok össze jól az ujjaitokat. Vigyázzatok az itt szerzett emlékekre, élményekre, vigyétek magatokkal azokat. Bárhova is kerültök az életben, tudnotok kell, honnan indultatok. Tudnotok kell, hol a hazátok. Legyetek büszkék derecskeiségetekre, legyetek büszkék iskolátokra, arra, hogy bocskais diákok voltatok. Megköszönöm, igazgatóasszony, szívhez szóló, tanulságos és a nyolcadikos ballagók számára útmutatásként szóló, a jövő, az új célok felé törő szavait. A hetedik osztályosok műsorával folytatjuk ballagási ünnepségünket. A hetedékesek nevében búcsút vesznek Simon Petra 7. A és Dávid Laura Tekra 7. C osztályos tanulók. Nincs rosszabb érzés, mint mikor búcsúzni kell. Megköszönni, lezárni, elválni, majd elbúcsúzni. Nem lehet mit mondani. Nézel okosan, és csak azt várod, hogy valaki mondjon valamit. Valami szépet, valami jót. De erre nincsenek szavak. George Matthew Adams gondolataiból idéztünk. Itt hagytok bennünket. Üresebb és csendesebb lesz az iskola nélkületek. Tavaly még mi pakoltuk a székeket, mi rendeztük be az iskolaudvart, a mi feladatunk volt a kapudíszítése az akkori ballagóknak. Ma örömmel dekoráltuk a termeket, ünneplőbe öltöztünk, hogy sorfalat állhassunk, és illendően elköszönjünk tőletek. Ti már túl vagytok az első megmérettetéseken, izgatottan várjátok az új tanévet egy másik iskolában, más gyerekek között. Most mi vesszük át a helyeteket, mi leszünk a nagyok, és jövőre mi állunk a helyeteken. Nem féltünk benneteket, bízunk bennetek, meg fogjátok állni a helyeteket, bármilyen helyzetbe is kerültök, bármilyen problémát kell is megoldanotok. Remélem, szerettetek ide járni, mi pedig örültünk, hogy itt vagytok, és jó volt így együtt. Kívánom, hogy mindenki elérje a célját, teljesüljenek a legnagyobb álmai. Legyetek sikeresek a középiskolában, és a magánéletetekben egyaránt. Mary Curie szavaival búcsúzunk. Az élet egyikünk számára sem könnyű, de nincs semmi baj, ha az embernek van kitartása, s főleg önbizalma. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és azt a valamit bármi áron is el kell érnünk. Mivel az iskola rádiót is átvesszük tőletek, műsorunkat egy zeneszámmal zárjuk. Hallgassátok figyelemmel útra valóul szánt üzenetünket. Thank you.
milyen az élet, valaki mondja meg, miért ír. Valaki mondja meg, miért szép az élet, valaki mondja meg, miért nem. Valaki mondja meg, miért jó az ember, valaki mondja meg, miért nem. Valaki mondja meg, miért lesz gonoszá, valaki mondja meg, miért nem. Valaki mondja meg, kinek kell hinnem, valaki mondja meg, kinek nem. Valaki mondja meg, ki hova érhet, milyen az íze az élet vizének. Valaki mondja meg, a hosszú évek miért tűnnek úgy, mint egy pillanat. Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt, valaki mondja meg, hol marad. Valaki mondja meg, hogyan kell élni, apám azt mondta, ne bánts mást. Valaki látta, hogy bántottalak már, valaki látta, hogy bántottam. Valaki mondja meg, miért vagyunk itt, anyám azt mondta, hogy boldog légy. De anyám azt nem mondta, miért nem a földön, anyám nem mondta, A 7. osztályosok műsorának felkészítői a 7. osztályfőnökök voltak Bagdácsné Kovács Mónika, Lukács József, Lósné Nagy Ilona és Katonáné Molnár Mária. Zászlóátadás következik, majd búcsúzó 8-osaink szalagot kötnek iskolánk zászlajára. A 8. évfolyam nevében most ezennel átadjuk a zászlót. Kérünk titeket, őrizzétek meg az iskola jó szokásait, illetve terjesszétek az iskola jó hírnevét. A zászlót a 7. évfolyam nevében átveszem. Ígérem, hogy becsülettel megőrizzük, és jó tanulmányi eredményünkkel, példamutató magatartásunkkal, szorgalmunkkal öregbítjük az iskola hírnevét. Kitüntetések átadása következik. Ebben a tanévben is 8. osztályos diákjaink között sokan értek el kiváló eredményeket, sikereket. Most az ő díjazásuk, elismerésük következik. Megkérem azokat a tanulókat, akik hallják a nevüket, fáradjanak ki, vegyék át kitüntetésüket, és írják alá az átvételi elismervényt. A kitüntetéseket a Berettyó Őfalói Tankerületi Központ és a
Bocskai iskoláért alapítvány biztosította, valamint az üveg emlékplaketteket Fórián Károly ajánlotta fel, az évfolyam első pénzjutalmát pedig Szőke Károly és Szőke Katalin. Köszönjük nekik ezúton is. Felkérem igazgatóasszonyt, adja át a tanulóknak a kitüntetéseket. Kedves diákjaink, izgalmas pillanatok következnek. Megtudhatjátok, hogy kik azok a gyerekek, akik az évfolyamon a legtöbbet javítottak egy-egy tantárgyból, a szorgalmas hangyadíjban részesülnek. Varga Fruzsinát szólítom a 8. A osztályból, aki szorgalmas hangyadíjban részesül. Varga Tibor, 8. A osztályos tanuló számára is átnyújtok egy díjat. Szabó Milán, 8. B osztályos tanulót is szólítom, hogy vegye át a díját. Varga Máté Gergely a 8. B osztályból szorgalmas hangyadíjban részesül. Békési Anna a 8. D osztályból szorgalmas hangyadíjat kap. A jelesek díjazása következik. Hudák Regina, 8. A osztályos tanuló számára nyújtok át emléklapot. Rácz Gréta, 8. A osztályos tanuló, szintén jeles eredményért kap emléklapot. Csuka Róbert Kristóf, 8. B osztályos tanulót szólítom, és gratulálok a jeles tanulmányi eredményéhez. Katona Liza, a 8. C osztályból jeles tanulmányi eredményért emléklapot kap. Szabó Alma Blanka, 8. C osztályos tanuló számára is átnyújtok jeles tanulmányi eredményért egy emléklapot. A 8. D osztályosok közül Diószegi Dominiknek szeretnék emléklapot átadni jeles tanulmányi eredményért. A 8. D-ből Tőgyi Péter számára is egy emléklapot szeretnék átnyújtani jeles tanulmányi eredményért. Példamutató közösségi munkájáért és jeles tanulmányi eredményért a 8. A osztályból Varga Tibor számára nyújtok át emléklapot. Példamutató közösségi munkájáért nyújtok át Varga Fruzsina, 8. A osztályos tanuló számára emléklapot. A 8. B osztályból Balog Botond példamutató közösségi munkájáért részesül emléklapban. Gyönyörű Anna, 8. B osztályos tanuló, példamutató közösségi munkájáért kapja meg az emléklapot. Sipos Beáta, a 8. B osztályból, példamutató közösségi munkájáért emléklapban részesül. Széplaki Csaba, a 8. B osztályból példamutató közösségi munkájáért emléklapot kap.
Varga Máté Gergely 8. B-osztályos tanuló részére példamutató közösségi munkájáért szeretném átadni az emléklapot. Csizmadi Attila 8. C-osztályos tanuló részére példamutató közösségi munkájáért szeretném átnyújtani ezt az emléklapot. Iklódi Dánielt szólítom a 8. C-osztályból, példamutató közösségi munkájáért jár az emléklap. Iklódi Zsolt is ebben a kitüntetésben részesül, példamutató közösségi munkájáért a 8. C-osztályból emléklapot kap. A 8. D-osztályból Békési Annát szólítom, példamutató közösségi munkájáért, hogy vegye át az emléklapot. Nyelvvizsgát tett, B2 komplex angol nyelvvizsgát szerzett. Egy 8. C-osztályos tanuló, Csizmadia Attila, szólítom őt, vegye át a könyvjutalmat és az emléklapot. Következő tanulók kitűnő tanulmányi eredményt értek el, és nevelőtestületi dicséretben részesültek. Börcsök Balázs a 8. A-osztályból kitűnő tanulmányi eredményért könyvjutalomban és emléklapban részesül. Fórián Dóra kitűnő tanulmányi eredményért a 8. A-osztályból könyvjutalomban és emléklapban részesül, valamint ő is nevelőtestületi dicséretet is kap. Csetreki Fanni Ivettet szólítom. A 8. A-osztályból, aki kitűnő tanulmányi eredményért könyvjutalomban részesül, és nevelőtestületi dicséretet is kapott. Domán Zsófia Anna, 8. A-osztályos tanuló, kitűnő tanulmányi eredményért könyvjutalomban, emléklapban részesül, valamint nevelőtestületi dicséretet is kapott. Kis Anna, 8. A-osztályos tanulót szólítom, aki kitűnő tanulmányi eredményéért könyvjutalomban részesül, nevelőtestületi dicséretet is kap, és nagyon sok szép versenyeredményt ért el. Kis Réka a 8. A-osztályból kitűnő tanulmányi eredményért könyvjutalomban részesül, valamint nevelőtestületi dicséretet is kapott. Osvát Réka, 8. A-osztályos tanuló, kitűnő tanulmányi eredményért könyvjutalomban részesül, valamint nevelőtestületi dicséretet is kap. Szívből gratulálok az elért eredményekhez. Porkoláb Viktória a 8. A-osztályból kitűnő tanulmányi eredményért könyvjutalomban részesül, valamint nevelőtestületi dicséretet is kapott. Szőlősi Tamás a 8. A-osztályból kitűnő tanulmányi eredményéért kap könyvjutalmat.
Szabó Anissa a 8. B osztályból kitűnő tanulmányi eredményért könyvjutalomban részesül, valamint nevelőtestületi dicséretet is kapott. Ács Attila, 8. B-osztályos tanuló, kitűnő tanulmányi eredményért könyvjutalomban részesül, valamint nevelőtestületi dicséretet is kapott. Arany Petra, 8. C-osztályos tanuló, kitűnő tanulmányi eredményért könyvjutalomban részesül, valamint nevelőtestületi dicséretet is kapott. Orbán Szabinát szólítom a 8. C-osztályból, aki kitűnő tanulmányi eredményért könyvjutalmat kapott, valamint nevelőtestületi dicséretben is részesül. Tóth Janka, 8. C-osztályos tanuló, kitűnő tanulmányi eredményért könyvjutalomban részesül, valamint nevelőtestületi dicséretet kapott. Váncsody Viktória, a 8. C-osztályból, kitűnő tanulmányi eredményért kap könyvjutalmat, valamint nevelőtestületi dicséretben részesült. Kiváló Bocskais diák címek átadása következik. Kiváló Bocskais diák címet kapott Kis Anna, 8. A osztályos tanuló. Kis Rékát szólítom, aki kiváló Bocskais diák címet ért el. Fórián Dóra kapott kiváló Bocskais diák címet. Csetreki Fanni Ivett, 8. A osztályból kiváló Bocskais diák címben részesül. A kiváló Bocskais diákok mind a mellett, hogy kitűzőt kapnak, jelvényt kapnak, amelyet büszkén fel is tűzhetnek most magukra, 5000 forintos vásárlási utalványban is részesülnek. Ács Attila, 8. B-osztályos tanulót szólítom, aki kiváló Bocskais diák címet kapott. A 8. B-osztályból Szabó Anissa kapott kiváló Bocskais diák címet.
Csuka Róbert Kristóf kiváló bocska és diák címet kapott. Arany Petra számára nyújtok át kiváló bocska és diák címet. A 8. C-osztályos tanuló Arany Petra. Orbán Szabinát szólítom a 8. C-osztályból, aki szintén kiváló bocska és diák címet nyert. Tóth Janka a 8. C-osztályból kiváló bocska és diák címben részesül. Váncsodi Viktória a 8. C-osztályból kiváló bocska és diák címet nyert. A következő díj Berényi Ervin nevét viseli. Berényi Ervin legendás tanáregyéniség, Derecskei tanáregyéniség volt. Büszke lehet az a tanuló, aki ezt a díjat megkapja. Ezt a díjat az a tanuló nyeri, aki nagyon szép eredményeket ért el a magyar versenyek területén. Felsorolni is nehéz azt a sok versenyt, amelyen nagyon szépen bizonyított. Fórián Dóra. A következő emlékplakett azoknak, annak a tanulónak jár, aki a matematikai versenyek területén ért el nagyon szép eredményeket. Ez a díj egy kiváló derecskei pedagógus nevét viseli, Alföldi Zsoltné díj. Alföldi Zsoltné díjban részesül Kis Anna. Kedves diákok, minden évben hagyomány iskolánkban, hogy az évfolyam első kiválasztásra kerül. Nagyon nehéz dolog volt az idén eldönteni, hogy kik azok, akik ezen a remek évfolyamon évfolyam első címet nyerhetnek. Évfolyam első címet nyer két tanuló is, mert valóban remek verseny eredményeket értek el, és a tanulásban is kiválóan teljesítettek. Szólítom Fórián Dórát, aki évfolyam elsőségét igazoló emléklapot, kupát kap, valamint a Szőke Károly és Szőke Katalin által adományozott pénzjutalmat. Vigyázzon. És évfolyam elsőként szólítom, és nagyon büszkék vagyunk mind a két tanulóra, Kis Annát, aki mind a mellett, hogy megkapja az emléklapot, a kupát, ő is a Szőke Károly és a Szőke Katalin által adományozott pénzjutalomban is részesül.
Kedves ballagó diákok, a nap ma értetek mosolygott, az, hogy nem esett az eső, az azért van, mert annyira szeret benneteket az élet, hogy megörvendeztetett bennünket ezzel a szép júniusi nappal. De ilyenkor, amikor benneteket megdicsérünk, és ti vagytok a főszereplők, ti és az osztályfőnökeitek, a tanpedagógusok is, azért köszönetet kell mondanunk a szülőknek is. Én nagy-nagy szeretettel és tisztelettel mondok köszönetet a szülőknek. Azoknak, akik segítették a munkánkat, velük együtt tevékenykedve sikerült elérni azt, hogy ilyen kiváló évfolyamtól búcsúzhatunk. Tisztelettel és szeretettel köszönöm meg a munkáját. A szülői választmányban végzett munkáját Csetrekiné Sáfrány Erikának. Nagy tisztelettel és szeretettel köszönöm meg a munkáját Osvátné Szabó Szilviának. Osvátné Szabó Szilvia is a szülői választmányban végzett áldozatos munkája elismeréseként kapja ezt az emléklapot. Gyönyörű Zoltánnét szólítom, és tisztelettel köszönöm azt az áldozatos tevékenységet, amelyet a szülői választmányban végzett. Szabóné Kerecsenyi Anikó részesül a szülői választmányban végzett áldozatos munkája elismeréseként emléklapban. Köszönöm a munkáját. Kis Edina Éva részére nyújtok át emléklapot a szülői választmányban végzett áldozatos munkája elismeréseként. Szabóné Karca Veronika részére nyújtok át a szülői választmányban végzett áldozatos munkája elismeréseként emléklapot. Tisztelettel köszönjük neki is a munkát. Diószegini Varga Anikó részére nyújtok át a szülői választmányban végzett áldozatos munkája elismeréseként emléklapot. Kis Melinda részére nyújtom át a szülői választmányban végzett áldozatos munkája elismeréseként az emléklapot. Köszönöm szépen mindenkinek, aki olyan tevékenységet végzett, amiért elismerésben részesülhetett a mai napon. Ballagási ünnepségünk a 8. osztályosok műsorával folytatódik, melyben szép szavakkal, énekkel, tánccal köszönnek el tanáraiktól, diáktársaiktól. Először is a Bodzavirág című megzenésített verset fogják előadni a 7.-8. évfolyam szépen éneklő lányaiból alakult kórus, felkészítő tanáruk Dománné Molnár Anita.
majd a ballagó diákok nevében Fórián Dóra, 8. A, Szabó Anissa, 8. B, Báncsodi Viktória, 8. C, és Békési Anna, 8. D osztályos tanulók búcsúznak. Rácz Gréta, 8. A osztályos tanuló saját versét szavalja el, amely a tavaszról, a változásról, az új életről szól. Műsorukat angol keringővel zárják. A táncot betanította Simonyi Kitti táncpedagógus és Nagy Réka. A nyolcadikosok műsorának felkészítő tanárai az osztályfőnökök, Cuci Mihályné Bálint Marian, Sáriné Kerek Edda, Lukácsné Rápolti Gabriella, Buka Imréné és Antal Károly. Fogadják szeretettel műsorukat. Kivirágzik a nagyvilág. Éljen-éljen, itt a tavasz. De ne feledjük, nagyon ravasz. Míg a hírnökei megérkeznek, elszavalom versikémet. A hóból kikandikál egy kis hóvirág, úgy látom, ébredezik a nagyvilág. A tél lassan feledésbe merül, hogy mi van a hótakaró alatt, lassan kiderül. A fák is lerázzák magukról a téli leplet, s a maga földben is kitelelt. Várja a napfény éltető erejét, s a kicsi élet küzd, hogy elérje a föld felszínét. A tavasz árnyékában új élet kezdődik, s a télnek búcsúznia kell, meg is lepődik. Tavaszi szellő hátán virágillat ül, a messzi távolban széncinege ismerős dallamot fütyül. Reggelre fűszálak tavasz harmatját gyűjtik békésen, a kis csepp, mely a távozó telet foglalja keblébe.
Az aranyeső is virágba borul, sárga színe a nap felé nyúl. Sugarai napról napra hosszabb utat járnak, reggelente az őzikék még egy kicsit fáznak. Hamarosan az éjszakai jégbolt is kiderül, a göncöl szekér végre a helyére kerül. Mindig azt hittem, hogy az első napok voltak a legnehezebbek. Tévedtem, az utolsók azok. Tisztelt tanáraink, hozzátartozóink, kedves diáktársaink! Ez a nap is eljött. Íme, mi ballagunk, pedig még csak most léptünk be az iskola ajtaján, szüleink kezét fogva. Biztosan mindenki emlékszik, amikor 2014 őszén az első savatón az akkori nyolcadikosok feltűzték nekünk a bocskais jelvényeket. Az idén a mi feladatunk volt a jelvényt feltűzni a kis elsősöknek. Akkor még nem gondoltunk arra, vajon milyen lesz ballagni, milyen lesz a búcsú. Néhány héttel ezelőtt, amikor elkezdtük tanulni a ballagási dalokat, rádöbbentünk, hogy már nem sok időt tudunk együtt tölteni. De ezt a néhány napot is kihasználtunk, együtt nevettünk, sírtunk, s közben felidéztük a 8 év emlékeit. Az osztálykirándulásokat, a határtalanul kirándulásokat, az ünnepi műsorokat, jó és rossz osztályzatainkat, a nyári szünetekben való találkozásainkat, és minden olyan pillanatot, amely emlékezetes. Búcsúzunk alsós tanítóinktól. Dendörferné Orbán Erzsébet, Kis Andrea, Hadháziné Jónás Mária, Lúgosiné Illés Margit, Dombi Imréné, Kis Irma, Gulácsi Ilona és Kindris Marian. Ők tanítottak meg bennünket írni, olvasni, számolni, logikusan gondolkodni. Nekik köszönhetjük mostani sikereink alapjait, ők biztattak minket, hogy tanuljunk és merjünk tanulni. Akkor még 2 egyegyű számot is nehéz volt összeadni, de ma már bonyolult egyenleteket is képesek vagyunk megoldani. Volt, hogy egy-egy betű leírása nem sikerült, és már majdnem feladtuk, de tanítóink segítségével addig próbálkoztunk, amíg el nem értük céljainkat. Köszönjük! Büszkén vállaltuk, hogy már felsősök vagyunk, amikor 5. osztályosok lettünk. Ez az év megint változásokat hozott, hiszen több tantárgy került be az órarendünkbe, sok új tanárt ismertünk meg. Köszönjük magyar nyelv és irodalom szakos tanárainknak. Solymosi Anita, Kovácsné Katona Irma, Katonáné Ferenc Éva és Szabolcsi Nagy Szilvia tanárnéniknek, akik édes anyanyelvünk oktatásával megtanították nekünk, hogy nyelvében él a nemzet. Történelem tanárainkhoz szólunk most. Köszönjük Cucci Mihályné Bálint Marian, Lukácsné Rápolti Gabriella, Kovácsné Katona Irma tanárnéniknek és Antal Károly tanár úrnak, hogy kalandos időutazásokat tehettünk a világ történelmében. Köszönetet mondunk nyelvtanárainknak, akik az angol nyelvvel kinyitották számunkra a nagyvilágot. We say thank you to you, Lukácsné Rápolti Gabriella, Szabolcsi Nagy Szilvia, Bagdácsné Kovács Mónika, Sáriné Kerek Edda and Dobi Judit. Nem maradhatnak ki a számok tudósai sem. Fogarasiné Tamási Piroska, Bordás Berenyi Anikó, Pányáné Váin Marian, Kis Béla, Katonáné Molnár Mária, Dománé Molnár Anita és Bakó István segítségével ma már egészen bonyolult matematikai problémákat is meg tudunk oldani. A fizikai és kémiai folyamatok gyönyörű bonyolultságát Katonáné Molnár Mária tanárnéni, Kis Béla és Fekete Zoltán tanárbácsi mutatták meg nekünk. A biológia és a földrajz csodálatos témáit Lósné Nagy Ilona, Buka Imréné Porkalab Magdolna, Karácsonyné Újhelyi Andrea, Zákányné Vinnai Gabriella és Kurcina Csabáné Szmerek Gabriella nénik tanították meg nekünk. Köszönjük! Magdi nénitől és Kindris Marian tanítónénitől kaptunk a képzőművészetről ismereteket. A technika ördögével Gabi néni és Tóth Magdi néni segítségével küzdöttünk meg. Korunk leggyorsabban fejlődő tudományágával Farkas Dóra tanárnéni és Tóth Magdi néni irányításával tartottunk lépést. Köszönet érte! Ficségünkről Varga Ildikó, Cukci Mihályné Marian néni, Szél Gáborné, Lukács József és Pongor Péter gondoskodtak éveken át. Jó tanácsaikat magunkkal visszük. Énekhangunkat Kocsis Ágnes tanárnéni művelte, de mi Rózsik azonban nem lettek belőlünk.
Hittantanáraink Molnár Réka, Máté András erősítettek meg bennünket hitünkben. Szabolcsi Nagy Szilvia, Antal Károly, Karácsonyi Újhelyi Andrá gondoskodott erkölcsi fejlődésünkről. Az erőfeszítésüket köszönjük. Búcsúzunk osztályfőnökeinktől. A 8. A-osztály nevében mondok köszönetet osztályfőnökünknek, Cuci Mihályné Bálint Marian tanárnéninek az elmúlt 4 évért. Köszönjük a sok közös élményt és az érdekes tanórákat. Mindig segített problémáink megoldásában, a kihívásokkal teli felvételi időszakban is végig mellettünk állt, így mindenki bekerült az általa áhított középiskolába. Marian néni közösségépítő programjai mindig közelebb hozták egymáshoz az osztálytagjait, kreatív ötletei jókedvre derítettek minket. Szárnyai alatt örömteli, izgalmas és élményekben gazdag volt az együtt töltött 4 év. Mindezt megköszönjük Marian néninek. Örülünk, hogy ilyen csodálatos osztályfőnök osztálya lehettünk. Most Lukácsné Rápolti Gabi néninek mondok köszönetet a 4 éves munkájáért. Nagyon sok oldalú osztályfőnök. Angolt és történelmet tanított nekünk. Sőt, ő volt a második anyánk. Gondjainkkal bármikor fordulhattunk hozzá, mindig megtalálta a legjobb megoldást. Ő az, aki játékos feladatokkal kötötte le figyelmünket angol órákon. Történelem óráin írt vázlatainak segítségével könnyedén készülhetünk a dolgozatokra. Az órákon kívül is figyelemmel kísérte életünket. A siker érdekében virtuális módszereket is felhasznált. Különleges programjait mindig élveztük. A bulikat, az osztálykirándulásokat, a karácsonyi műsorokat. A felejthetetlen emlékekért örökké hálásak leszünk, és mindig jó érzéssel gondolunk Gabi nénire. A 8. C-osztály nevében szólok Buka Imréné Porkoláb Magdolna tanárnénihez, aki nem csak művészileg tett minket gazdagabbá, hanem segítette útunkat a hegységek és dombságok között is. Köszönjük Magdi néni 4 éves munkáját, hogy mindig kiállt mellettünk, és ha bármilyen problémánk adódott, nyugodtan fordulhattunk hozzá segítségért. Mi családként működtünk. Nélküle nem érhettük volna el azt, hogy mindannyian abban az iskolában tanulhatunk tovább, ahol szeretnénk. Búcsúzóul annyit mondhatunk, hogy nagyon szerettük Magdi nénit, még akkor is, ha ez nem mindig látszott. Köszönjük a kedvességét. Magdi néninek mi voltunk az utolsó osztálya, kívánunk neki minden szépet és jót, mert az élet szép, az élet minden. Álljunk meg egy ásmolyomra. A 8. D-osztály nevében búcsúzom Antal Károly tanár úrtól. Elkékülni, mondta sajátos humorával, és mi tudtok, hogy most kell felkészülni az eljövendő feladatokra. Köszönettel tartozunk azokért a szavakért is, amelyek nem mindig tetszettek nekünk. Lehet, hogy nem is mindig értettük meg a viccesen mondott komolyságokat. Hála a szívvel gondolunk a nem szokványos órákra, amikor még a kő is lágy volt az ő egyedi törődésére, türelmére, szeretetére. Köszönjük a közös programokat, a határszalon kirándulást a vadregényes erdében. Köszönetet mondunk azért, hogy tanácsaival segítette tovább tanulásunkat. Ígérjük, hogy az itt kapott útra valót legjobb képességünk szerint kamatoztatni fogjuk. Tisztelettel megköszönjük Pálóczi Gábor és Katonáné Ferenc Éva intézményvezetőknek, hogy családias hangulatot teremtettek iskolánkban. A reggeli sorakozókon megdicsérték az arra érdemes diákokat, kíméletesen megdorgálták azokat a nebulókat, akik arra rászolgáltak. Köszönjük az intézményvezető helyetteseknek, hogy irányításukkal gördülékenyen ment az oktatás, nevelés az iskolában. Kisné Szegedi Éva és Kovácsné Katona Irma. Itt mondunk köszönetet Szántóné Szabó Éva, Síposné Zsákai Mónika, Csécsi Kata, Budai Mátyás Evelin, Szabó Kovács Flóra, valamint a karbantartó, Tikász Feri bácsi és a takarító néni áldozatos munkájáért. Köszönetet mondunk Dobosné Erzsike néninek és Váncsodiné Kati néninek szívből jövő segítségükért. Köszönetünk jeléül fogadják szeretettel kedves tanáraink tablóinkat és virágainkat.
Kedves hetedikesek! Köszönjük nektek, hogy a mai napra ünnepi díszbe öltöztettétek az iskolánkat. Ti most átveszitek helyünket, és bizonyára arra gondoltok, hogy végre milyen jó, hiszen ti lesztek a nagyok. Reméljük, jó példa voltunk számatokra, és az együtt töltött éveket nem felejtitek el. Kedves évfolyamtársak! A mai napon életünk ezen szakasza lezárul, és egy új világ köszön felénk. Szeretnék ehhez sok erőt és sok sikert kívánni. Drága szüleink! Köszönünk mindent, amit értünk tettetek, és tesztek ezután is. Igyekszünk szorgalmunkkal és becsületes életünkkel mindazt a sok jót meghálálni. Kell egy kicsin pont a nagyvilágból, melyhez hű maradsz, járhatsz bárhol. Hisz ott a szívek melegében tőled, s tőle szépül minden. Rossz vagy jó a sors, te mindig visszatérsz. Come on, come on, I wanna sing.
Ezzel a csodálatos tánccal ért véget balagási ünnepségünk. Megköszönöm kedves vendégeinknek, hogy megtisztelték jelenlétükkel iskolánk jeles eseményét, osztoztak a fiatalok örömében, megható pillanataiban. Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik segítették, hogy ez a balagási ünnepség megvalósuljon ezen a szokatlanul új helyszínen. Köszönöm a polgárőröknek a helyszín és a rend, a Művelődési Központnak a televíziós felvétel készítését, a helyi gimnáziumnak, hogy segítséget nyújtottak a hangosításban, a mentőszolgálat dolgozóinak, hogy az első segélyről gondoskodtak, és természetesen iskolánk valamennyi dolgozójának, pedagógusainak, illetve a tisztelt szülőknek, 6.-7. évfolyamos diákoknak, hiszen nélkülük ez a rendezvény nem jöhetett volna létre. A Balagón 8-osok kivonulása következik.